örülök, hogy ilyen sokan jöttetek el. Ennek több oka is van. Egyrészt vannak feláldozók, önfeláldozók találkozók, akik hoznak benneteket, készítenek. Van bennetek ambíció, mert el akartok jönni. És van lehetőség, hogy ismeritek a komputert, nem csak képről, mint mondjuk az én korosztályom, aki nagyon későn kezdte el tanulni. Mai napnak az az érdekessége, hogy ugyanebben az épület szárnyban, a folyosó túl végén, a könyvtárosok a konferenciára zajlik. És mi köze az informatikának a könyvtárhoz? Én elmondtam ott is, és neked is elmondom, hogy lényegében a könyv nem más, mint egy információ hordozó eszköz, ahova valamikorok, végikorok szellemi terméke felkerül, és ez változott. És azért került fel, hogy megmaradjon az utókornak, amit akkor fontosnak tartottak és gondoltak. Az első ilyen információs hordozó eszköz az a tábla, amire erkölcsi alapú 10 parancsolát tehát felvésték, és mondhatnám úgy is, hogy egy elég kemény tábla, vagyis hardware. És minden ilyen, ami hordozza az információt, maga hardware. Kőtábla, a papírus tekercsek, vagy az, amiben beleléstük a rovásírásunk által a gondolatainkat, agyaltáblák, amiben esetleg égettünk üzeneteket, és a könyv, ami a reformáció korában jelent meg, és amely forradalmasította a tudást, hiszen a reformáció révén egy olyan erkölcsi magatartás került előtérbe, ami előirányozta, hogy így a hívek ne csak a festett táblákról, az ikonokról és a templomi faloképekről, amelyek a maguk módján szintén információs hordozó eszközökként tekintetők, hisz még a hívő tömeget nem tudtak írni, olvasni, addig a Biblia fő bűvezeteit képekben, rajzokban, ábrákban, hieroglifákban írták fel a falakra, és azt kellett megfejteni, azt kellett végig gondolni, és tudni, hogy mit jelentenek azok a táblák. Már mi sokszor ezeket a képeket nem igazán tudjuk olvasni, legfeljebb a művészet történészek, akik jobban és közelebb állnak hozzá. De ahogy fejlődünk, fejlődött ez a fajta tudomány is, és most is az informatika, különösen a felhasználó jellegű informatika, az arról szól, hogy új eszközökkel, amit hardvernek hívunk meg, billentyűzetnek, meg egyebeknek, felvigyük a gondolatainkat, ami jelképesen jelenik meg, amit viszont lehet, hogy maradatokban megőrz az utókor, és technikával bármikor előbb a dolg. Merre is én mondtatok el magatokról, még akkor is, ha azt hiszitek, hogy töröltetek erről. Éppen ezért ezt a technikát egyre jobban kell ismerni, használni, segíteni, és mindent, ami miénk, a magyarokké, miénk, a kárpátaljai, ami miénk, a kárpátaljai magyaroké. Minden olyan szellemi fontosnak, általában fontosnak vélt információ, kulturális elemet föl kell oda gondolkodni. Ezt a gondolatot néhány évvel ezelőtt iskolába járt Kányádi Sándor is megerősítette, illetve tőle leszek és adom tovább nektek, hogyha a 21. században a kultúra megjelenő eszközévé a komputer és a technika válik, akkor mindent, ami a miénk, hurcoljunk fel oda, hurcoljunk fel a netre, tanuljunk meg azt kezelni, hogy mindig jelen legyen, friss legyen, és akik utánunk jönnek, azok is tudjanak ebből merítkezni, táplálkozni, és tudják kezelni, használni, és hagyjuk maguk után ilyen jeleket a romákat előszolgálódásán. Hiszen lesz, aki az alkalmazásában fogja megfizetni magát, és lesz olyan, aki eleve megpróbál újat tervezni, programok időzésokat alkotni. Sok sikert ehhez! Gratulálok mindenkinek, aki eljött. Magunknak azért is sikerült megvalósítani egy ilyen nagy létszámú verseny esetén a technikai hátteret. Ehhez köszönöm a közreműködőket, a Teresztázi Magyar Gimnáziumot, ahol 40 képet adtak kölcsön, illetve köszönöm a rendszergazdáknak, Pallai Ferencnek, hogy sok bűzfajszállat hozott neki, hogy számít egy eszközt,
találjon az intézményekbe, és mindenkit elhelyeznek, mert nem lehet volna szívünk segít elutasítani, aki magát meg akarja megtenni. Nos, sok sikert kívánok, és átadnám a szót a technikai részre, ne bonyolítódjanak Bernikázónak a vezetőnek, és Paradi Ferencnek, aki a verseny főszervezője, hogy irányítsanak és vezessünk a mai nap folyamán a ti életeteket. Sok sikert! Nagyon szeretettel üdvözlök mindenkit, jól látom, hogy ilyen sokan vagytok. Épp a technikai lebonyolítóval érkeztünk már korábban, hogy ezt tudjuk ezt lebonyolítani, ami néhány évvel ezelőtt mindössze 10-15 percben került egy ilyen lebonyolítás, én azt szeretném több időt igénybe venni, ugyanis néhány évvel ezelőtt 20-30, maximum 30 gyerek jelentkezett, addig jelen pillanatban csak nem 100 gyerek. Tavaly is többen volt, 85-en, tehát ez folyamatosan megtudott a számot. Én azt hiszem, hogy a főiskola meg tud ezzel birkózni, és különös éppen a lebonyolító Tavaly Csárán főiskolai tanár. Úgyhogy át is adom szót neki, és mindenkinek sok-sok mindenkinek. Szeretettel köszöntök én mindenkit. És talán a gyakorlati részével kezdve, ugye csoportokban hirdetünk meg kategóriában ezt a versenyt, és talán, hogy sokkal gyorsabb és operatívabb legyen a munkánk, akkor először is mi azt szeretnénk közölni, hogy a 5. 6. osztályosok, legyenek szívesek emeljétek a kezüket, akik 5. és 6. Ugye Horváth Zoltán átvezeti őket oda. A 5. 6. a Kecskemény, ez itt van ezen a szinten. Ők ketten fogják magukat átkísérni, és majd együtt fognak vissza is jönni. Jó, akkor legyen szívesek a folyosón, várakozzanak, és figyeljék meg ezt a kést.
Na, öletjük az egyet! Erre is rá kell írni a kódot. És a kettő. Már is mindjárt. Segítek mindjárt mindenkinek. Hadosszunk szét. Ki kell festeni, hogy valamit.